Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Június 30-án kinyílik egy égi kapu, egy irány a plejádok felé. Mit jelent ezeknek az égi kapuknak a nyitása? Egyrészt ennek van gyógyító ereje, másrészt kihat egy spirituális területre. Egy finom energiamező nyílik ilyenkor. Most 10 napon keresztül vannak ezek az égi kapu nyitások. Ez június 28-án indult, és most június 30-án, a harmadik napon vagyunk. Ezen az estén tartok egy szertartást, amin részt vehetsz. Az energiai egyensúly 4000 forint. A szertartás este 11 órakor indul. E-mailen keresztül jelentkezhetsz erre a szertartásra. Ezen a napon, tehát június 30-án Akbál uralkodik. Akbál lefordítva éjszakát jelent. Összefügg az álmainkkal is. Tehát, ha vannak nálad álmatlan éjszakák, akkor ez a szertartás segíthet abban, hogy megtaláld a nyugalmadat, legyen egy mély álom, hogy ki tud pihenni magadat. Amikor az éjszakáról van szó, az álmokról van szó, természetesen jelentheti az álomképeket is, és gyakran ez egy lelki üzenet tőle vagy számodra. Tehát ügyelj az álmaidra is, hiszen ezeket az álomképeket meg lehet fejteni. Amit még ez a szertartás vagy Akbál jelent, hogyan tudnánk megvalósítani az álmainkat, a vágyainkat és az elképzeléseinket. Ez lehet a párkapcsolat, lehet a hivatásod, vagy más témák is, hiszen az álom az még kevés, ezeket élni kell, ezt meg kell valósítani, és ebben is segíthet ez a szertartás. Amikor az éjszakáról van szó, hiszen Akbál az éjszakát jelenti, akkor sötét van, bizonyos dolgok nem láthatóak. Tehát jelenthetik a titkokat is, a mélybe tekinteni, vagy befele tekinteni, az utalhat a meditációra is. Itt is elképzelésekről, meg álmokról van szó, de mint említettem, ez kevés. Ezt meg kell valósítani. De hogyan? Ebben segíthet neked ez a szertartás. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!